Április 1-től emelkedik a régebbi Star Wars kötetek borítóára. Csap le most kiszemelt olvasmányaidra a szugics.hu-n, és húzd be 7% extra kedvezményt a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Megérkezett a The Bad Batch második évadának hatodik része, melyben végre ismételten felbukkant Ganji karaktere, amit már az előzetes óta én személy szerint nagyon vártam, és kíváncsi voltam erre a részre, amiben ő is szerepel. Ha már a karakterünk történetét ez a rész sem igazán vitte előre, a Galaxis állapotával kapcsolatosan megint sok érdekességet láthattunk, amiről korábban nem tudtunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy értékes epizód volt, nem kifejezetten nevezném fillernek, habár nagyon sokan valószínűleg erre a részre és rá fogják sütni ezt a billogot, ahogyan az nagyon sokszor szokás. De, de nézzük, hogy mi történt az epizódban, ugyanis elég sok mindenről van, miről beszélni, és hát elég sok klónok háborúja utalás is feltűnt a részben, ahogyan arra valamelyest egyébként számítani lehetett, de nézzük, hogy pontosan miről is van szó. Az epizód elején a csapat egy ládányi hamis azonosítót szállít le egy Vanguard Axis nevű, látszólag kizárólag droidokból álló bűnszervezetnek. A raktérben Omega találkozik egy fiatal Vukival, akit rabszolgának akarnak eladni a droidok. Mi nyilvánvalóan már is tudjuk, hogy gánziról van szó, hiszen láthattuk az előzetesben ezt a jelenetet. A szerepeltetése valamelyest egy régi ötlet feltámasztása, ugyanis a TCV növendékes történetszála eredetileg egy úgynevezett backdoor pilot lett volna egy kifejezetten ezekre a karakterekre fókuszáló sorozatnak, ami viszont később nem valósulhatott meg. Az alapján, hogy a kis Vuki teljesen egyedül van, arra lehet következtetni, hogy a társai meghaltak a parancs során, ám ebben persze sosem lehetünk teljesen Biztosak. Az egyébként az egész részre elmondható, hogy számos korábban meg nem valósult ötlet lett újrahasznosítva benne, de erre még később visszatérek. A becs kimenekíti Ganjit szorult helyzetéből, majd kérésére a Kásikra viszik őt, ahol a birodalom trandosaiak segítségével próbálja igába hajtani a Vukik népét. Ez egy ötletes megoldás, tekintve, hogy a szőrös lények elleni harcban nekik van a legnagyobb tapasztalatuk, lévén ősi ellenségek egymással, és az is érdekes volt, hogy a birodalom átalakított szepitankokat használt a erdeinek felégetéséhez. Ez az egész koncepció viszont rengeteget merített egy el nem készült klónok háborúja történet A TCV eredetileg 8 évados lett volna, és az záró évadban nem csinálták meg az összes sztori árkot, ami kimaradt. Az egyikben a Batch jodával együtt hajtott volna végre egy küldetést a kásikon, és ez azt is megmagyarázta volna, miért mondja Joda, hogy jó kapcsolatot ápol a bukikkal. Habár ez a rész sosem készült el, Wrecker elejtett félmondatából, miszerint korábban is jártak már a elké hogy maga az esemény megtörtént. Ezt támasztja alá az is, hogy megismerték az egyébként kotorból átemelt kinrátokat, akikkel az el nem készült TCV epizódban is találkoztak volna. Tök jó volt egyébként ez a kis kotorátkötés, amikor először megláttam a pókhálókat, azt gondoltam, hogy a Fallen Orderben látott pókokkal fognak találkozni, ám egy még régebbi videójátékra utaltak vissza, ami szerintem ugyanolyan király, ha nem még királyabb. Ami viszont más, hogy a trandosaiak vezetője, ez a Venomor már a TC -ben is benne lett volna, konceptárt is készült hozzá, viszont végül ide tették be a karakterét. A vukik Tigris Gorilla izé hátasai is eredetileg ebből a story származnak, ki is tettek a netre egy ilyen kezdetleges animációt, amiben a vukik ilyen állatokon lovagoltak. Maga a sztori innentől egyébként elég kézenfekvő, a Bet segít a vukiknak megvédeni magukat a trandosai és a klónoktól. Minden esetre aranyos volt látni, hogy Ganji igyekszik beilleszkedni egy olyan kultúrába, amelynek maga is a szülöttje, mégsem tud róla semmit. Mit, hiszen egész kisgyerekorától kezdve a templomban nevelkedett. A sztori vége valamelyest befejezetlen maradt, tekintetbe véve, hogy a klónok látták a fénykarnyomokat és azt javasolták, jelenzék a birodalmi parancsnokságnak, amit tapasztaltak. Jó esély van rá, hogy hamarosan egy Inquisitor ered majd Gáncsi nyomába. Habár jövő héten az évadközi dupla epizód érkezik, amelyről biztosan tudjuk, hogy a Becs a koruszántra látogat majd benne, simán elképzelhető, hogy a szezon második felében még visszatérünk a Kásikra. Az előzetesben egyébként nem sok olyan jelenet van már, amit eddig ne láttunk volna, ezek legnagyobb része pedig valószínűleg a jövő heti dupla epizódhoz tartozik, így a hátralévő dolgokról valami kevés infóval rendelkezünk. Ez pedig szerintem éppen így izgalmas. Ti mit gondoltatok az eheti epizódról, illetve szeretnétek-e, hogy visszatérünk még Gáncsihoz a Kásikra? Én mindenképpen kíváncsi lennék arra, hogy esetleg felbukkan egy inkvizitor ebben a sorozatban, és ha igen, akkor melyik? Tök jó lenne egy újabb olyan inkvizitort látni mozgóképes formában, akivel korábban még nem találkoztunk, illetve Beris is egy logikus jelölt lenne inkvizitornak, ha bár korábban nem találkoztunk vele, viszont mivel ez a sorozat szorosan kötődik a klónok háborújához, így akár az ő és talán itt lehet a legnagyobb esély hasonló kontextusban. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg, ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuperköszönettel, illetve a csatornatagsággal mindössze 400 forintért ezt is megtetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a polkácsereg több csilles, talán csatlakozhatátok vagy valami.